Köszöntöm Dr. Péntek Zoltánt az Ajkai Szó videó műhelyében. Most van május 5-e, péntek, 12 óra 58 perc. Mi a helyzet pedagógus fronton? Ugye folynak a tárgyalások a kormány meg a szakszeretek között. Mit tud? Hát igazániból a helyzet az, hogy eléggé el vagyunk eserőben. Tehát két dolog az, ami fontos és releváns. Az egyik az, hogy gyakorlatilag ugye, talán azt mondhatom, hogy a független sajtónak a különböző orgánumaiban bosszú törvénynek nevezett státusz törvény az, ami a fő kedélyromboló tényező a mostani időszakban. Igazándiból ennek a státusz törvénynek a most ismerhető részeiből nagyjából azt tudjuk, hogy egy a honvédséghez erősen hasonló, vagy kísértetiesen hasonló vezénési rendszer az, amit a kormányzat tervez bevezetni. Csak úgy, mint az egészségügyben, nem? Ott is csak úgy, mint az egészségügyben. Orvosok. Igen, tehát gyakorlatilag a felmondásnak, a munkavállaló részéről a felmondásnak, vagy tanárnak, pedagógusnak, a oktatónak a szakképzésben a felmondás nagyon szigorú feltételekhez kötött. A fegyelmi jogkör, ez az én megítélésem szerint, és lehet, hogy ebben én rosszat mondok, vagy tévedek. 2006 óta dolgozom az iskolánkban a fegyelmi bizottság elnökeként, úgyhogy azért azt lehet mondani, hogy a tanulókkal szembeni fegyelmikkel van némi praxis az embernek, és én azt gondolom, hogy az a fajta fegyelmi jogkör, ami hosszú hónapokra és az egész tanévre kitolja a fegyelminek a lehetőségét, az nem jó. Akkor, amikor azt mondjuk, hogy valaki elkövet valamilyen fegyelmi sértést, akkor az a jó, hogyha az elkövetett cselekményhez képest lehetőleg leghamarabb, vagy legkorábban kerüljön sorra retorzióra. Ezt mondhatnánk pedagógiai alapelv. Mert hogy ez egy olyan pedagógiai, de igazándiból ugye nyilván az ember nem tudja, meg nem is akarom letagadni azt, hogy jogászként, ügyvédként az ember, hogyha a büntető eljárást hogyha nézzük, akkor a visszatartó erő, akár legyen szó bármilyen eljárásról, visszatartó ereje annak van, hogyha tudom, hogy biztosan le fogok bukni, és hogyha a lebukáshoz képest a lehető legrövidebb időn belül retorzió van. Csak most, mint hogyha, a büntető törvény. Csak úgy, mint így van. Na most, hogyha ezt húzzuk, halasztjuk, és a tanév végéig megpróbáljuk ezt. Tehát ott lebeg, mint Damoklész kardja. Ott lebeg még Damoklész kardja, akkor az egyrésztről szül egy rendkívül komoly bizonytalanságot. Másrésztről meg elmismásolhatóvá teszi azt, hogy akkor most a számonkérésnek a lehetősége bekövetkezik-e, nem következik-e be. Ez a bosszú törvényben benne van taxatíve, hogy a fegyelmibizottság egyszer évvégén hoz határozatot? Tehát úgy szerepel ez a jelenlegi javaslatban, hogy a munkavállalóval szembeni, nem is tudom, hogy fogalmaz a törvény, tehát az azonnali hatályú felmondásnak, illetve a munkáltató figyelmeztetési jogkörére van ez a borzasztó hosszú időszak. Ugye a jelenleg hatályos munkatörvénykönyvében azt mondja a szabály, hogy az elkövetett cselekménytől 15 napon belül, a munkáltató tudomására jutásától számított 15 napon belül vagy intézkedik a munkáltató, vagy nem. Mert hogyha a 15 napot, akkor lezárul. Tehát ez, én azt gondolom, hogy borzasztó. A másik része, ez a ide-oda-amoda vezénylek, ez gyakorlatilag azt fogja hozni, vagy azt fogja jelenteni, hogy a pedagógusok másra se lesznek elfoglalva, mint azzal, hogy akkor adott napon hol kell megjelenniük, vagy adott napon hol kell melyik iskolában megjelenniük, és az a fajta munkavégzési környezet, amikor megszoktam, hogy akkor reggel beérkezem valahova, és felkészültem, bemegyek egy órára, az teljesen elfogadható. Most a jogalkotó gondom felkészül a várandó pedagógus hiányra, tehát hogy szükség lesz e fajta átvezénylésekre. Ez teljesen egyértelmű, és teljesen ha nem sikerül alacsonyabb képzettségű, bár az is benne lesz a törvény, ugye, hogy nem muszáj pedagógusnak tartani az órát, vagy hát, felsőfokú végzettség. Ez azért borzasztó, amit most mondunk, mert
ez automatikusan azt jelenti, hogy kimondjuk azt, hogy akkor tulajdonképpen elég, hogyha valaki felügyel a gyerekre. Tehát én nekem az a véleményem, és aztán ezzel én azt gondolom, nem vagyok egyedül, hogy ha kimondjuk azt, hogy nem szükséges szakos, nem szükséges, hogy egyetemi végzettsége legyen, nem szükséges most már szinte semmi, akkor az az oktatás, amikor az óráknak a valahány százalékába a pedellus bácsi megy felügyelni a gyerekekre, hozzátartozik a dologhoz, hogy nagyon sokszor kevés szót hallunk az iskolákban dolgozó nem pedagógus végzettségű emberekről, tehát akik a asszisztensek, akik a különböző asszisztensek, akik a gazdasági sok a karbantartók, meg a stb. Én azt gondolom, hogy őnekik is helyük, szerepe van, és én vallom azt, és ezt nagyon sokszor igyekszem elmondani, és a gyerekeknek is végtelenül kihangsúlyozni azt, hogy nekem a takarítónő kolléga is kollégám, meg a pedellus is kollégám, meg a karbantartó is kollégám. Csak neki más a feladata nyilván. Csak neki nem az a feladata. De ugyanúgy az oktatásnak a feltételét biztosítja, mint egy pedagógus. Pontosan erről van szó, tehát a rendszernek működéséhez ők is kellenek. Ugyanakkor viszont ő nem fogja a 10. C osztályban elmagyarázni a szumha függvényt. Mert hogy most innen jövök. Tehát gyakorlatilag, az Excelben, gyakorlatilag az a fajta szakmaiság, amit az oktatásügy képvisel, vagy próbál képviselni, az teljesen el fog vészni. Már budapesti oktatási intézményekből halljuk azt, hogy akkor mennyi pedagógus kolléga felmond, és ott fogja hagyni a pályát. Ajkán van ilyen hullám? Tud ilyesmiről? Igazándiból... Vagy szándék valakinek? Igazándiból nagyon nehéz a szomszédos intézményekre rálátnunk. A mi intézményünkben nem is konzultálnak egymással? Mondjuk Ajkán van, sajnos vagy öt nem. Középiskola, ha jól számít. Sajnos nem. Én azt látom, hogy a mi iskolánk az egyházi fenntartás miatt, és hála Istennek azt kell, hogy mondjam, hogy a végtelen jó vezetés és jó szándékú vezetés miatt ez a fajta történet, ez nálunk nem jellemző, tehát nem hallottam azt tehát a kollégától. Védettséget jelent az, hogy az igazgatónak a személye és a fenntartónak a személye az nem olyan, hogy ez nálunk problémát. Mégis olyan, mint a bánki lenne a leghangosabb néha tiltakozásban, vagy rosszul látom? Szerintem nem. Én azt gondolom, hogy ez azzal együtt, hogy egyébként most már mi is belefáradtunk tulajdonképpen ebbe a... Ez volt a kormányzat célja szerintem. És nyilván ez volt a kormányzatnak a célja, csak összességében én nekem az a bajom ezzel az egésszel, hogy az, hogy belefáradunk-e vagy nem fáradunk-e bele, az egy dolog. Az meg egy másik dolog, hogy a gyerek, aki elhagyja ezt a rendszert, ez milyen tudással fogja elhagyni a rendszert. Most évvége van, a végzős, pontosabban hát így fogalmazok. Hát egy összeszerelő üzembe lehet, hogy alkalmas lesz a tudás. Hát meg egy akkumulátorgyárban. Nagyon nagy politizál. Igen. Szóval az biztos, hogy most a végzősöknek, ugye május 5-ét írunk. Már ballagás is van. Ballagás is van, középiskolákban holnap meg, ahol nem ma, ott akkor holnap megtörténik. Hétfőn kezdjük az érettségi szezont. Gyakorlatilag én azt látom, hogy van egyfajta olyan trend, ami arra vezet, hogy tulajdonképpen nem is feltétlenül kell, hogy akkor most az iskola olyan mély tudást adjon. Na most ezt lehet, hogy ezt mondja a kormány, vagy ezt érezteti inkább a pedagógus társadalommal, meg a szülőkkel talán, de azért vannak értelemszülők, akik nem szopják, elnézést, nem veszik be egyből ezt a hozzáállást. Vagy... Ez, amit szerkesztő mond, ez azért érdekes, mert ez a fajta kormányzati stílus, vagy kormányzati szándék, vagy nem mentalitás. Tudom, mentalitás, ezt plántálja bele a szülőbe. És amikor konkrétan nevekkel alá tudnám támasztani, nyilván amit nem fogok megtenni,
mondja azt a szülő, hogy de hát akkor most akkor miért baj az, hogyha a második fél évben szerzett 9-1-esre, akkor megbuktatjuk. Azért baj, mert azok a jegyek, amiket a pedagógus kollégák szakmai tárgyakból, közismereti tárgyakból, amit adnak, az a gyerek tudásának a visszatükrözése. És ezen aztán lehet filozofálni, hogy a mai TikTok pörgetős, meg színes szagos világba milyen módszereket és milyen pedagógiai eszközöket lehet alkalmazni, amit a gyerek... Gondolom, pedagógusok is személyes kudarcként élik meg, hogyha ezt abszolút. Egy ilyen abszolút. Gyerekkel találkoznak, vagy diákkal, abszolút. És nem tudnak mit tenni, mert a szülei is elvileg támogatják, hát akkor ez van, és kész. Abszolút. És igazániból az elmúlt napokban történt néhány olyan esemény, ami ezt a trendet, ezt személyesen, tehát a mi intézményünkben, személyesen az általam is tanított diákok között volt olyan érettségi utáni szakképzésben tanuló diák, aki az iskola az utolsó tanítási nap előtti napon, vagy kettővel előtti napon jogorvoslati kérelmet nyújtott be az igazgató számára, hogy akkor ő neki az érdemjegy az így, meg úgy, meg amúgy. Megfelevezte a saját rossz gyakorlatilag, jegyeit. Gyakorlatilag megfelevezte azt a nem tudom én hány darab elégtelen dolgozatot. De erre van lehetősége egyáltalán diáknak. Nincs. De úgy gondolja, hogy van, és ez már baj. És majd ez kiút lesz neki valamilyen módon. Hozzátartozik a dologhoz, hogy én azt gondolom, hogy két dolgot azért tisztán kell látni. Az egyik az, hogy ez a fajta szakmai ítélet, és ezt most a 6 darab idézőjelben mondom, ez nyilván egy sok esetben több évtizedes tapasztalattal rendelkező kollégától származik. A másik oldalon persze az is világos, hogy ha valakit sérelem ér, akkor arra a lehetőség szerint a jogorvoslat, ha úgy tetszik, jogorvoslatot vagy az egyebet igénybe vegye. Csak az, hogy írtam a második fél évben 9 darab elégtelent, és akkor utána azt mondom, hogy de mer így, meg de mer úgy, meg de mer az utolsó esély, és akkor elkezdjük megmagyarázni, ez nem pálya. Nem pálya az, hogy nekem jár a kettes, mert legalább 38%-ra meg tudtam csinálni. Egy adóhatóságnál, ha én 38%-os készültségi fokkal adok be egy adóbevallást, akkor azt fogják mondani, hogy kis csillag, ez nem jó. Hát szerintem nemrég halt meg Pomogács Béla szegény békeporaira. Tőle hallottam jó pár évvel, talán már 10 évvel ezelőtt is a közbeszédről volt szó. Ő mondta azt, hogy a közbeszéd silánysága vagy durvasága, mindegy, hogy hívjuk, a parlamentben kezdődik. Most itt is lehet egy ilyen párhuzamot vonni, hogy ugye Brüsszelben próbáljuk a nekünk járó pénzeket megszedni valahogyan, ám de nem teszünk érte semmit. De azért, hogy mondjam, nagy a szánk. Ugyanez van az iskolában is, nem, hogy rosszak a jegyek, de majd én megmagyarázom, és akkor is kérem, mert nekem jár egy jobb jegy. Így van. Szóval valahol fönn is ilyen mentalitás kezd eluralkodni, az az érzésem. Ebben maximálisan egyetértünk, és igazándiból, amit én egy személyes kudarcnak élek meg, hogy nem is tudom kiszámolni, hogy hány éve dolgozom a bánkiba, először felnőtt képzésben, aztán a nappal is diákoknál, de 20 éve. És az ember nyilván rengeteg tanuló keresztül ment a kezünkön, és nyilván nagyon sokan ismernek engem is, a kollégáimat is a városban. De az, hogy a tanártüntetések. Ami az néha csatlakoznak diákok. A tanártüntetéseknek a kezdete óta van olyan kifejezetten az én személyem ellenirányuló, én így fogalmaznék, hogy ez a Facebook kommentben való beszólás, úgy, hogy megyek az utcán, és akkor kapom az ívet, és akkor mondja ezt a vállalhatatlan, meg minősíthetetlen szöveget, és a legnagyobb baj, én azt gondolom valahol ez,
hogy nincsenek egyfajta olyan társadalmi támogatottsága, ami tudná azt erősíteni, hogy akkor a pedagógus társadalom eséllyel szólal meg, mert egészen addig, amíg én a Kossuth utca 9 előtt vagy 7 előtt azt kapom, hogy egy tavaszi szünetben, hogy akkor most kell ám tüntetni, mert most van szünet, addig az ember úgy olyan nagyon ez nem... Ez némi cinizmus sugal. Én azt gondolom, mutat. Hogy ez egyrészt egy cinizmus sugal, másrészt meg erősíti azt a fajta egyébként tök hamis képet, ami erről az ominózus 3 hónapos nyári most szünetről most nyilván szól. Nem akarok minden tágabb körben értelmezni, de hogy az ország megosztott lett az utóbbi 5-10-20-30 2000 évben ugyanúgy megosztott a szülői társadalom is, tehát egy szűkebb réteget veszünk, ott is vannak, akik a kormányzati propaganda hátszelével úgymond kritizálják a pedagógusokat, vagy azokat, akik legalábbis mást akarnak, meg aggódnak a jövőért. Tehát ugyanígy találkozhatunk bármilyen területen szerintem olyanokkal, akik egy adott kezdeményezés ellen vannak, mert hát a kormány ellene van. Ez így van. Én nekem mindig az jut ilyenkor eszembe, hogy az teljesen egyértelmű, hogy az a fajta poroszos iskolarendszer, ami a hátratett kézről, meg a körmösről, meg az egyebekről szól, az tarthatatlan. Ezt én aláírom. Jó, biztosan volt időszak egyébként, amikor mondjuk a Nobel-díjasok születtek úgymond a Fasori gimnáziumban, akkor valószínűleg hasonló módszerekkel oktatták őket, de volt mögött egy másik világ szerint, amikor gondolkodásra is nevelték őket, nem csak arra, hogy rendnek kell lenni az iskolában. Ez egészen biztos, hogy így van. Tehát más volt a légkör. Én azt gondolom, hogy ha ezt a beszélgetésünket diákok nézik, vagy valamilyen módon megosztásba Facebookon innen eljut hozzájuk, akkor ebben engem meg fognak erősíteni, hogy én ott élek velük. És tudom nagyon sok gyerekről, hogy milyen otthoni, szülői, magánéletbéli, szerelembéli, sportbéli problémája, sikere egyebe van. Tehát én ott élek, lélegzem velük együtt. De nyilván nem lehetek a haverja, még akkor sem nyilván, hogyha van egy közvetlen kontakt, és megkérdezem tőle, hogy na akkor sikerült-e a felbontott kapcsolat után új barátnőt találni. Persze, és tekintélyre szükség van. Tehát, tudás átadáshoz, hogy tudja azt, hogy most egy okosabb emberrel áll szemben, meg egy tájékozottabb emberrel áll szemben, még ha nem is olyan szigorú, mint lehetne. Így van, tehát igazándiból én úgy gondolom, hogy nagyon sokszor tapasztaljuk azt, a kollégáim is, meg én is, hogy a gyerekek a szűken vett iskolai problémákon kívül hozzák bőven otthonról a szülő által nem, vagy a szülő által rosszul kezelt problémákat is, és nagyon sokszor napi dolog ez, hogy beszélünk vele velük. Volt egy olyan fiú az elmúlt néhány hétben, aki megkérdezte, hogy a kolléganőmmel ránk nézett, hogy akkor örökbe fogadjuk-e. És először felnevettünk, és aztán rájöttünk, hogy ő ezt igazándiból komolyan gondolja. Tehát van egy csomó olyan nagyobb elismerés dolog, nincs szerintem a pedagógusnak. Abszolút, tehát van egy csomó olyan dolog, amiben az ember kap pozitív visszajelzést és pozitív most lehet, hogy arra akar kiukadni, vagy rosszul értem, hogy a pedagógus pálya egy hivatás. Tehát igazából nem egy tanítási folyamat, hanem egy teljes embert kiváló pálya. Én azt szoktam mondani, hogy ebben a műfajban mi nem tudunk, sokszor mondják ezt a MERA
három hónap nyári szünet, meg az őszi ami szünet, kettő. Meg a nem tudom, ami mondjuk inkább másfél. Az érettségi adó intézmények, az érettségiztető intézményekben nálunk június 29-én lesz a záró. Ha nem küldik az embert egy táborba felügyelőnek, ugye, ami nem igazán szabadság felelőssége. Tehát gyakorlatilag van egy csomó olyan dolog, ami ezt egyáltalán nem teszi három hónappá, tehát ez egy mesebeszéd. Csak ilyenkor a Kossuth utcai beszólónak így tudnám mondani, hogy amikor tegnap este 9 órakor én a szombati ballagásnak az okleveleit csináltam, hogy a nyomda ki tudja azt ma délután nyomtatni, és innen a stúdióból menjek oda és rendezzem ezt. Ez egy olyan, és egyébként a kormányzatnak a hozzáállása ezt lovagolja meg, hogy vagyunk annyira hülyék, már bocsánat, hogy ezt mondom, vagyunk annyira hülyék, hogy azt mondjuk, hogy a gyereknek... Még ezt is vállalják. Ezt is vállaljuk, azt is vállaljuk, én beviszem az ügyvédirodából a nagy monitort, meg a nem tudom én hány csomag papírt vettem, meg a táblafilcet, meg a nem tudom én, tehát azokat a fajta egyébként a dolog működtetéséhez szükséges feltételeket az ember már tényleg sokszor úgy érzem, hogy erőn felül teljesíti, és ez a társadalmi támogatottságnak a hiánya, és ez a fajta, néha azt érzem, hogy olyanok vagyunk, vagy olyan az embernek az életérzése, mint hogyha ez ilyen szolgáltatás lenne, amikor azt tudom mondani, hogy elmegyek fodrászhoz, és akkor eddig tessék levágni. És akkor erre most tessék kettest adni, és akkor meg egyébként tessék felügyelni a gyerekre kettőig, mert akkor én most akkor nem vagyok. Igen, szóval a kormány ugye meg által, hogy tematizálódik a közvélemény, most a státusz törvényre figyeljünk, vagy bosszú törvényre, mindegy, hogy hívjuk, pedig itt sokkal összetettebb problémáról van szó, ami nincs úgymond kitárgyalva a közvéleményben, vagy a köztudatban nem ivódott be, hogy a pedagógus pálya néha célzás esik rá, de hogy sokkal bonyolultabb és sokkal összetettebb feladat, mint bemenni és tanítani, leadni egy órát mondjuk. És akkor legfeljebb ott megállnak, hogy arra készülni is kell. Igen, készülni is kell. De utána jön a többi, hogy a dolgozatjavítás, a gyerekfelügyelet, a oklevelek kiállítása, táboroztatás, és így tovább. Szóval rengeteg dologba terhelt ez a pálya. Ez a klasszikus leadtam az anyagot, ez egy nem lét, vagy hogy mondjam, a kollégáim döntő többségének, és ezt merem vállalni, hogy nem csak a mi iskolánkban, hanem a városban. Én tudom azt olyan emberekről, mondhatom talán barátaimról, akik más intézményben vannak. Ugyanez. És ennek a sztorinak sokszor otthon sincs vége, mert amikor egy baráti társaságban arról beszélünk a baráti házas párnak, vagy élettárs párnak a hölgy tagjával, hogy és akkor nálatok a tabló, a matek korrepetálása, nem tudom én micsoda, akkor az ember nem tudja ezt tulajdonképpen dolgozik tovább. Megvitatja a problémáit, mint a értekezletet tartani, csak kicsit lazább fogni. Így van, és én azt látom, hogy ez a szakma, vagy professzió eljut oda, hogy azoknak az embereknek lesz a sajátja, akiknek a férjük, feleségük tud annyi pénzt keresni, bocsánat, hogy erről... tud annyi pénzt keresni, hogy meg tudjanak élni. Tehát azért, hogyha azt mondja valaki, hogy ennek az egésznek a központja a pedagógus bér, akkor ez egy borzasztó nagy hazugság. Része, fontos része, mert egyébként sehol nincsenek a kollégák, meg főleg nincsenek sehol a technikai kollégák, a gazdasági kollégák, de nem ez a központja ennek. És amikor azt mondja megint csak a beszóló ember, hogy akkor meg semmi nem elég. Hát nem ez a központi része ennek a történetnek. Nem is tudom, mindig eszembe jut egy ilyen gondolat, hogy ne vitatkozz az idiótákkal, mert lesüllyedsz a szintjükre. Nem. És legyőznek a rutinjukkal. Így van, tehát ez egy picit olyan, mint hogyha az ember galambokkal állna sakkozni.
mert hogy ők leszarják a szabályokat, és fölrúgják a bábukat, és utána billegnek, mintha ővék lenne a világ. Igazándiból én azt gondolom, hogy ezzel az egész oktatásüggyel, ha azt kellene megfogalmazni, hogy mi a legnagyobb probléma, akkor a legnagyobb probléma az, hogy nincsenek fiatal kollégáink. Nincs utánpótlás. Nincs utánpótlás. Tehát lassan ott tartunk, hogy 48 évesen én leszek a fiatal. Mert van olyan kollégám, aki 70 éves. És hogy lehet egy darabig kitolni, de hát mindenek van. És ezt nyilván ezt jól el, meg hála Isten, jó egészségnek örvendés, ez legyen még így 30-40-50 évig. Na de hát ő, hogyha holnap után azt mondja, hogy figyeljetek ide, többet nem jövök, akkor nem jön. Akkor nem jön. És akkor beállítjuk a pedellust, és akkor majd ő felügyel. Sokáig lehetne még folytatni ezt a beszélgetést, és azt hiszem, hogy rengeteg ágaboga van ennek, nem is csak hiszem, van is, de a legutóbbi eseményekre utalva, a Momentumos is, a diákok megmozdulásai utalva, hogyan értékelje azt, hogy most egyre erőszakosabbak a megmozdulások, legalábbis most már ugye van könyvgáz, meg letartóztatás, meg egyebek, és a fiatalok egy része hajlamos radikalizálódni. Hogy ez a folyamat, ez elharapózhat, vagy beindulhat, vagy egyáltalán a megoldás felé mutat-e? Hát, hogy nem a megoldás felé mutat, ez a teljesen biztos. Én azt gondolom, hogy az összes, hogyha valaki történelemből végig gondolja azt, hogy mikor voltak forradalmak, és persze ehhez kell az is, hogy a töri tanár megtanítsa, hogy mikor voltak forradalmak. Nagyon sokszor, hogyha csak 1956-ot és 1848-at nézzük, akkor a 48-as forradalmi ifjak, vagy a pesti srácok abból a fiatal közegből kerültek ki, ami a tizensok, huszonkevés korosztály. Hajlamosak a radikalizálódásra, én is ezt látom. Nagyon sokszor égnek áll a hajam, és el tudok képedni azon, hogy mennyire hajlamosak olyan szélsőséges, nem akarok én mindent a kormányra tolni, ez félértés ne essék, csak ez az idegen gyűlölet, a másság iránti el nem fogadás a múltkorokban az egyik tanítványom kifejtette, hogy ő agyonverni a gyerekét, hogyha kiderülne róla, hogy meleg. Tehát igen. A fiatalok hajlamosak erre. Holott még a pápa is azt mondta, ugye, hogy a szülők szeressék a meleg gyerekéket, mert a gyerekük, tehát ezzel sincsen baj. A baj azzal van, hogy ez a fajta radikalizálódás, amiről beszélünk, ez előbb-utóbb egészen biztos, hogy ez egy olyan ciklus, vagy egy olyan örvény, ami lefelé húz, és egészen biztos, hogy ennek azért az a vége, hogy egyre erőszakosabb történet. És akkor már csak vesztesek vannak a végén. És akkor onnantól fogva ez már soha nem válik egy win-win szituációvá, hanem ez egy vesztes dologgá válik. Én azt gondolom, mint ahogy az előbb a beszéltünk is erről, hogy a parlamentben a közbeszéd oda kellene eljutnunk, hogy valamiféle módon érdemben legyen értelme a parlamentnek, mert per pillanat ennek, ami most van, ennek... Ez egy színház csak, egy cirkusz, attól függ. Ez egy cirkusz, ennek semmi értelme nincs. Igen. Tehát a társadalmi párbeszéd az nem tud úgy működni, hogy akkor majd én megmondom. És a kommunikáció meg borzasztóan táplálja ezt a harci környezetet. Sonka harc van a miniszterelnök Facebook oldalán, meg tojás háború, meg kolbászmeccs, meg nem tudom én micsoda. Tehát ez a fajta harciasság és ez a fajta háborús, folyamatos, non-stop háborús élethelyzet, ez hozza ezt. Hát Magyarországon én nem tudom már mióta vészhelyzet van. Igen, azt hiszem egyedül Európában, és erre
föl, ugye a kormány rendeleti kormányzást alkalmaz, tehát gyakorlatilag a parlamentre nincs is igazán szükség. Jó, hát lehet ott vitatkozni, meg egymás a kígyót, békát kiabálni, és egy homokozó szerintem, mert aztán semmi hatása nincs neki. Igazándiból erről van egy saját radikális véleményem, és hogyha szerkesztő úr benne hagyja ebben a beszélgetésben, akkor benne hagyja, ha nem, akkor nem. Az egyik kedvenc történelmi korszakom a 20. század elejé történelmi időszak. Rengeteg olyan könyvön vagyok túl, ahol a II. Világháború különböző rendőrangú vezetőivel, eseményeivel lehet megismerkedni. Én ezt a fajta rendeleti kormányzást, ezt nem tudom annak a fénye nélkül értelmezni, ami az 1933-as Reichstag felgyújtás utáni felhatalmazási törvényen alapuló rendelkezés, amit Hitler kapott. Félreértés ne essék. Nem tartunk nem ki. Közvetlen a párhuzam, de miután tudjuk, hogy Magyarország egy inkubátor, ahol a konzervatív eszmék kipróbálása folyik, és egyre rosszabb, és miután tudjuk, hogy egy szélsőjobboldali terroristának most adott kegyelmet a köztársasági elnök asszony, azért elég rossz előérzeteink lehetnek, és én úgy gondolom, hogy nem túlzás ez a párhuzam. Mert ugye, aki nem tudom a történelemből, az megérdemli, hogy megismétlődjön vele. Így van, és sajnos ennek azért vannak olyan előjelei, és aztán tényleg messze jutottunk az oktatásnak a problémájától. Azért mondom, hogy majd meglátjuk, hogy mennyit érdemes ebből behagyni. Azért az az ország, ahol önálló minisztériuma van a propagandának, azért az megint csak mutat egyfajta irányultságot. Oktatási minisztérium nincs, egészségügyi minisztérium nincs, ellenben a kormányzati kommunikációnak, meg a miniszterelnökségnek, meg a miniszterelnöki hivatalnak, meg újabban a Sándor Palota, meg a nem tudom én, tehát ezeknek végtelen doszt, meg vármegye, meg főispán. Nos, arról már le kell tennünk szerintem, ez szintén csak egy magánvélemény, hogy az emberek többsége megértse azt, hogy ezek a folyamatok nagyon retrográdok és múltban nézőek, és sehová se vezetik igazából, csak arra jó, hogy kizárjuk magunkat mondjuk Európából, de a hangos kisebbség vagy hal kisebbségnek nem nagyon vannak eszközei, hogy ezt a évek alatt kiépült rendszert, folyamatot megakadályozza, megfordítsa. Ez itt az elszomorító szerintem. Tehát itt valami törésig megy majd a dolog. Igen, és ez az, amire korábban pár mondattal ezelőtt utalt szerkesztő is, hogy és akkor ez a radikalizálódás, mert ennek óhatatlan, és nem tudjuk megmondani, hogy ennek látjuk élő példaként, hogyha az ember visszaemlékszik, hogy a netadóval kapcsolatban százezres tömeg mozdult meg, nem tudjuk megmondani, hogy mi lesz az a pontja ennek a dolognak, amikor majd eljön az a törés, hogy akkor azt mondjuk, hogy akkor na most volt elég. És nyilván lehet azt mondani, hogy akkor a fiatalok meg a rendőrök összecsapnak, de én azt gondolom, hogy azért én azt nem szeretném megélni, hogy autókat gyújtsanak fel, mint Párizsban. Mert az nyilvánvaló, hogy na az aztán, ha valami nem, hát az aztán egészen biztos, hogy nem teszi jót az országnak. Hát akkor zárjuk azzal, amit a gyengén látó mondott, hogy majd meglátjuk. Így van. Köszönöm szépen. Én is köszönöm szépen, hogy eljött.